Ismét megtelt a kamaraterem, viszont most nem előadásra várták az érdeklődőket. Hamarosan kezdődik városunk első énekes tehetségkutatója, így egy megbeszélést tartottak, ahova az összes jelentkezőt elhívták. Ezen a tanácskozáson többek között az éneklések időpontját egyeztették, illetve bemutatásra került a verseny zsűrije is. Kiskorúaknak elhívtuk a szüleit is, kértük, hogy kísérjék el őket. El fogjuk mondani, hogy ki melyik válogatón, melyik időpontban, melyik helyszínen fog szerepelni, hol fogjuk meghallgatni, és kértük, hogy hozzák magukkal a zenei alapot is, hogy ezeket mi meg tudjuk hallgatni, hogy megfelelő minőségűek legyenek. És aki nyilván nem tudta elhozni, annak majd segíteni fogunk. A mostani megbeszélés alkalmával lehetőségünk volt megismerni a jelentkezőket, akik közt találtunk ismerős arcokat is, hiszen városunkban nemrég a népszerű televíziós tehetségkutató az X-Faktor is castingot tartott, melyen többen szintén részt vettek. Most a nyerési esélyeket mérlegeltük. Igazából nem is azért jelentkeztem, csak azért, hogy ugye énekelhessek, úgyhogy bármi is lesz, ez már egy öröm, hogy ide eljöhettem. A Hangbajra közel 40-en a gyerekektől egészen az idősekig vegyesen jelentkeztek. Volt, akitől a versenydalát is megtudtuk. Radics Gigitől a vadonatúj érzést, az lesz az egyik, a másikat még nem találtam ki. A versenyzők nem csak városunkból, hanem a környékből is összesen 8 településről érkeztek, és mindenki más miatt jelentkezett. Családbarátok nagyon biztattak, aztán mikor ott volt a jelentkezési lap, akkor azt mondták, hogy már pedig mész, és akkor így jött. Aztán igazából megjött a kedvem hozzá. Óvodáskorom óta színpadon vagyok, gyakorlatilag 4 éve járok hangképzésre, és így a színház világában vagyok igazából, és ilyen dallal is készültem, egy musicalt hoztam. De a fiatalok mellett az idősebb korosztály is képviselteti magát a versenyen, nem is akárhogy. Egy több mint 70 éves házaspár is jelentkezett a tehetségkutatóra, akik igazán színessé teszik a versenyzők listáját. A férjem zenész, 40 évig, mint szórakoztató zenész dolgozott, és én nagyon szeretek énekelni, mivel hogy én színésznő szerettem volna lenni annó, de nem jött össze, van 3 családunk, van 5 unokánk, a zenét imádjuk, voltunk ki mit tudom, tavaly Harkányba, és első díjat nyertünk, azaz aranyok levelesek lettünk, és most pedig megyünk Hajdúszoboszlóra, szintén ki mit tudra. Ám most nem duettben fognak énekelni, viszont mindketten színpadra állnak. A versenyzőket először május 5-én hallhatjuk majd énekelni az Érsekkertben, a Platán rendezvényközpontban, majd 4 héten át minden pénteken, amelyet követően az elődöntőn már csak a legjobbak vehetnek részt.